Szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszöntöm vendégeimet a stúdióba, Kró József urat, a VSZ, a Városi Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatóját. Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a nézőket, jó napot kívánok! És Fió Frigyes urat, aki pedig a VSZ ZRT vezérigazgató helyettese. Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a nézőket, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ugye a mai beszélgetésünkben, hát amiről már beszéltünk többször vezérigazgató úrral, ez a koncertó programnak az aktuális helyzetéről beszélnénk, de talán egy kicsit elmondtuk már, de nem árthat talán a nézőknek elmondani még egyszer, hogy pontosan mi is ez a koncertó program, hiszen ugye nincsen a zenéhez köze, hanem éppen ellenkezőleg az épületek felújításáról szól. Szeretnék pontosítani, nekem ez zene füleimnek, ez a koncertó program, ugyanis ez egy innovatív energetikai beruházás. Egy olyan beruházás, ahol az épületek energiaveszteségét minimalizáljuk, csökkentjük, és ugyanakkor olyan energiatermelő berendezéseket építünk be a rendszerbe, amelyek innovatívak, tehát megújuló energiákról beszélünk. Ezt már gyakoroltuk a VSZ ZRT telephelyen, ami el is készült. Erről készült is egy film is önök részéről, ha jól tudom, az átadásról. Ott napelem, gázmotor, faelgázosító és áramtermelés folyik. A fűtőmű tetejére egy naperőmű került föl. Hasonló jellegű kivitelezést tervezünk a Hanvas Béla 210 épületén, amelyeknek a tervei elkészültek, kivitelezés előtti állapotban van, építési engedély rendelkezésre áll, és rövidesen elindul a kivitelezés, bár itt a kivitelezés nem a VSZ ZRT, tehát az elindítása nem a VSZ ZRT hatáskörébe tartozik, hanem a lakók hatáskörébe. De a műszaki feltétel rendszere annak, hogy a kivitelezés elkezdődjön, az rendelkezésre áll lakótársaknak. Itt a közgyűlés fogja elhatározni azt, hogy mikor kezdődhet a kivitelezés. Itt pontosan a Hanvas Béla utcai lakótelepházain milyen felújítások történnek majd? A Hanvas Béla 210-nél azt terveztük, hogy bizonyos erkélyek kerülnek föl, ami egyben árnyékolást is szolgál. Így a lakások értékesebbek lesznek, hiszen ki tudnak menni a szobából az erkélyre, ami jelenleg nem áll rendelkezésre. Ez nem nagy beruházási költséggel megvalósítható. Továbbiakban hőszigetelés kerül az épületre, és a tetőfelépítményre pedig úgynevezett kombinált napkollektorok kerülnek föl, amelyik egyben napelem és napkollektor, tehát használati melegvizet is termel. Erre a koncertó, vagyis az Európai Uniós támogatás az a kivitele érték 50%-áig terjed, és ezen túlmenően még magyar támogatást is fog élvezni az épület, úgyhogy a lakók alig fogják megérezni, hogy a beruházás megvalósul, tehát a későbbiekben az esetleges terhek visszafizetése nem fog nagy terhet jelenteni a lakók részére, hiszen energia megtakarításba fog jelentkezni a költségcsökkenés, az energiaköltségek csökkenése. A tetőfelépítményre pedig a VSZ ZRT vállalkozik, tehát ezekre a bizonyos innovatív energiatermelők feltelepítésére a tetőre, hiszen ezzel nem akarjuk a lakókkal terhelni, de az itt keletkező energia megtakarítás viszont a VSZ ZRT költségét fogja csökkenteni a használati melegvizelő állítás, illetve áramtermelés vonatkozásában. Ugye Magyarországon, illetve külföldön is történtek már hasonló felújítások az energiahatékonyság jegyében. Arra vannak-e valamilyen kimutatások, hogy mégis ezeknek a munkálatoknak köszönhetően hány százalékos energia megtakarítás várható? Igen, történtek konkrétan a koncertó program keretében, tehát amiről van tudomásunk, tehát amiről konkrét adatok állnak, tehát ugye Spanyolországban is létesült koncertó program, Németországban, Ausztriába, Norvégiába, és az érdekes dolog, hogy tulajdonképpen független attól, hogy melyik kontinensen vagyunk, vagy a kontinens melyik részén vagyunk, hogy az északi felén, vagy a déli felén, a műszaki embereknek a gondolkodása nem különbözik egymástól. Tehát mindannyian ebbe gondolkodunk a megújuló energiák hasznosításában, a hőszigetelésben, mert délen a hőszigetelés a meleg ellenvéd, északon pedig a hideg ellenvéd.
mindkét dolog fontos. Egy ilyen jellegű munkálatnál, amit mondjuk a Hanvas Béla 2.10-nél fogunk végrehajtani, ott körülbelül egy 45-50%-os energia megtakarítással számolunk. Ezt mi már gyakorlatból tudjuk és tapasztaljuk a VSZRT telephelyén, hogy az irodaházban egész télen már ugye volt hőszigetelés, fel volt rakva a falra, a radiátorok vagy hidegek voltak, vagy csak éppen langyosak. Tehát körülbelül ez igazolja is ezt. Egyébként maga a program az előírja pontosan, illetve kötelezően azt, hogy milyen igen. felújítások azok, amiket igen. végezni lehet? Így van, tehát nem előírja, hanem az épület hőtechnikai tulajdonsága az EU szabványoknak, meg a magyar szabványnak megfelelő lesz, tehát azok meg elég szigorú értékek hőszigetelés tekintetében. És hogy fogadták egyébként maguk a lakók? Erről van-e visszajelzésük a Hanvas Béla úti lakóház? Lakói. Én megmondom őszintén, én egy lakógyűlésen voltam jelen, még a kezdet-kezdetén. Akkor a lakók egy kicsit kétkedve fogadták a történetet, mert elég régóta húzódott ez a koncerto program, ami a lakóépületet érinti, és nem nagyon hittek benne. De miután mutattam, hogy de kérem szépen, a VSZRT a terveit már elkészítette, be tudtuk mutatni, és meggyőztem őket arról, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor a költségek magasan maradnak, és egyébként a nyilázárok is előbb-utóbb tönkre fognak menni, és egyre nagyobb és nagyobb lesz a költség, mert azt gondolom, hosszú távon az energiaköltség nem csökken, hanem növekedni fog, még azzal együtt is, hogy a magyar kormány rengeteget tette az energiacsökkentés érdekében, hiszen most már Magyarországot behúzta körülbelül a jó középmezőnybe, inkább az olcsóbb kategóriába tartozunk, mint a középmezőny. Bár a jövedelmekhez képest még van tennivaló, de ezzel együtt hosszú távon, tehát több évtizedes távlatban azt gondolom, hogy az energia nem lesz olcsóbb. Ezért is gondolkodunk abban, hogy megújuló energia, tehát ami nem támaszkodik nyersanyag felhasználásra, olyan energia termelő berendezéseket kell telepíteni az épületekre, először kisebb mértékben, majd ezt lehet bővíteni, és egyre nagyobb és nagyobb mértékben. És ez, ami ide épül majd napelem, mennyiben tudja, vagy hány százalékban kiváltani majd a fűtőmű a gázfűtésnek a... Hát a fűtést azt nem fogja kiváltani, a használati melegvíz termelést fogja kiváltani, mert körülbelül ez a felület, ami fölfér a tetőre, de mi emellett még az, hogy használati melegvizet termelünk, még áramot is fogunk termelni. És az áramot azt vagy felhasználjuk, vagy pedig átveszi a cégtől a elektromos művek, vagy éppen aki az áramszolgáltató. És ezen kívül, ha ezek a munkálatok elindulnak és majd befejeződnek, lesz-e még a koncerto program keretében? Van, igen, még két házat tervezünk, a Hanvas Béla 12-18, azt hiszem, és még egy a Radnóti utcában egy házat tervezünk ilyen felújításra. És hát ugye ez egy nagyon nagy projekt, amiről most beszélünk, és nyilván általában ezek kapnak mindig nagyobb nyilvánosságot, de nagyon sok kisebb munkát is végez a VSZRT, amik szintén hát az ott a területen élők számára függetlenül lehetnek ugyanolyan fontosak, mint bármilyen nagy milliós beruházás, ezek pedig ugye a rendszeres közterületfenntartások, rendbetételek. Mik ezek a munkálatok, amiket a legutóbbi időben végeztek a munkatársai? Igen, hát a nagy projektek mellett ütemesen, egy ütemterv szerint végezzük a rendszeres karbantartásokat. Jelenleg a legnagyobb kihívást jelentő feladat ez a fűnyírás, amit ugye tavasszal elkezdtünk ütemesen csinálni, aztán az időjárás, ahogy az lenni szokott, az elmúlt néhány évben egy kicsit közbeszólt. Ugye paradoxon, hogy akkor, amikor a fű legjobban nő, csapadék, akkor nő a legjobban a fű, amikor a csapadék esik, tehát eső van, viszont ekkor nem lehet füvet nyírni. Úgyhogy így egy kicsit a tervünk felborult. Az elkövetkező 2-3 hétben azon dolgozunk, hogy utolérjük magunkat, ezért néha túlmunkát, néha a kapacitásoknak az áttervezését végezzük, és én azt gondolom, hogy most már a 11-es út mellett még egy körrel végeztünk, azért látványosan fog ez az eredmény jelentkezni. Emellett kisebb a tavaszi szezon előtt
az időjárás adta lehetőségeket kihasználtuk, és a patakmenerkotrást elvégeztük a Bökös pataknál. Itt amellett, hogy ez egy árvízvédelmi előkészítés, esztétikai szempontokat is jelent, illetve figyelembe vettük az úgynevezett természetvédelmi szempontokat is, tehát az őshonos növényeket próbáltuk megkímélni, amennyire a műszaki lehetőségek megengedték. Itt, bocsánat, hogy közbevágok, árvízvédelmi szempontból mik azok a munkálatok, amiket fontos ilyenkor elvégezni? Az, hogy a hordalékot ki kell takarítani? Tehát az, hogy a mederszelvény az olyan mértékben legyen kitisztítva, hogy egy hirtelen nagy esőzés, nagyobb csapadékvíz következtében a patak megduzzadásánál legyen hol a víznek elfolynia. Tehát ne torlódjon föl például a hidak közelébe, illetve a különböző szűkebb keresztmetszeteknek a kibővítése, hirtelen feltorlódásra ne legyen a víznek, és ezért ne legyen nem kívánatos áradás ki, patakvíz kiömlés. Ugye hát a Bükkös patak egy csodálatos égköve Szentendrének, nagyon szép az a környezet, és nagyon sok kisebb híd is található rajta, amikre hát szintén ráfért most már a felújítás, és ha jól tudom, ezeket is elvégezték több helyen. Így van, tehát a piac mellett egy hidat teljesen felújítottunk, amit a lakosság már használatba is tudott venni. Ezen kívül pedig egy eléggé használt, sokak által közlekedésre az az útszakasz, ami az Izbégi iskola alatt található, ugye az iskolába viszik a gyermekeket, a szülők, ez egy más kérdés, ugye, hogy mennyire szükséges ez, hogy autóval mindig pont az iskola kapuja előtt, vagy legközelebb elvigyük a gyereket, de hogy itt a patak mellett ez a földes út is nagyon sokak által használt gépjárművel, és ezt is, ha én jól láttam személyesen, akkor az utóbbi hetekben felújították Murvával, egy kicsit rendbe hozták ezt az útszakaszt. Így van, hát a földutak karbantartása szintén a feladatunk, és hát ott, ahol nagy a forgalom, meg a műszaki adottságok is megvannak, ott mindig igyekezünk a használhatóvá tenni és karbantartani ezeket az utakat. Itt a végleges megoldás ugye az aszfaltozás lenne, de amíg erre nincsen anyagi lehetőség, addig ütemesen ezeket az utakat is karban tartjuk. Ugye most elég enyhe volt a tél, de ettől függetlenül gondolom, hogy jelentkeztek a úthibák az aszfaltos utakon is, kátyúk. Itt mennyi munka volt, és mit tudtak megcsinálni eddig, mely utakat? Igen, hát az aszfaltos utaknak a karbantartása szintén a feladatkörünkbe tartozik. Ezeket az utakat folyamatosan újítgatjuk, illetve a kátyúkat javítgatjuk. Ez szintén egy olyan véget nem érő tevékenység, ahol mindig lehetne újabb és újabb feladatokat találni. Itt az anyagi és az műszaki erőforrás oldalon igyekezünk mindent megtenni, hogy ahol komolyabb kátyúk vannak, ott minél hamarabb ezt megszüntessük. És ugye a lakosságot, ami még gyakran foglalkoztatja, és őket érintő kérdés, az pedig a hulladékgyűjtés, ami szintén önökhöz tartozik. Nemrégiben éppen Pázmány Anna Mária önkormányzati képviselővel beszélgettem arról, hogy hát sajnos itt Szentendrén is még mindig és folyamatosan azért gondot jelent önöknek is, és hát nekünk lakóknak is az illegális szemét lerakása. Mi az önök tapasztalata, vezérigazgató úr, ezzel kapcsolatban? Hát annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ténylegesen sokszor leraknak különösen szelektív hulladékgyűjtő edények mellé olyan hulladékokat illegálisan, ami nem oda való. Sajnálatos módon mi ezeket mi elvisszük, de sajnálatos módon másnap megint megjelenik ugyanez. Itt a lakók összefogására van szükség, a rendőrség, a közterületfelügyelet együttműködésével. Most már megfigyelő pontokat fogunk kialakítani, és megpróbáljuk ezeket az illegális hulladéklerakókat tetten érni. És utána azt remélem, hogy súlyos pénzbírsággal elvesszük a kedvüket ettől a dologtól. Úgyhogy én kérem a lakókat is, ügyfélszolgálatunk gyakorlatilag állandóan működik, amikor nincs nyitva az ügyfélszolgálat, akkor is működik az ügyeletes telefon. Ha bejelentést tesznek, mi azonnal tudjuk a
megfelelő hatóságokat értesíteni, hogy tettenélést tudjunk. Mert csak úgy tudjuk ezt a történetet lezárni, hogyha tetten érjük az illetőt, aki éppen hulladékot lak le, illetve ahol kamerarendszer van kiépítve, ott a kamerarendszer felvétel alapján is bizonyítást nyerhet az, hogy ki volt az illegális hulladéklerakó. Erre kell most a városnak fókuszálni, a város lakosságának, nekünk, a rendőrségnek, a polgárőrségnek, a közterületfegyeletnek, hogy ezt megszüntessük Szentendrén, ezt az illegális hulladéklerakást. Igen, hát ez egy összefogásra lenne szükség. Igen. Ahhoz, hogy ez tényleg most már kicsit talán az is szükséges hozzá, hogy felnőjünk mi is, vagy hát illetve azok az emberek is erkölcsileg ehhez a dologhoz, hogy ezt ne tegyék meg. És mi a tapasztalat egyébként a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán, hogy az emberek ezt mennyire tudatosították már magukba, és mennyire figyelnek oda arra? Én azt tudom elmondani, hogy a mennyiség hál' Istennek növekszik, tehát nem csökken. Azt gondolom, hogy a hulladékgyűjtésnek a jövője ez, ha rajtától nyugatra nézünk körül, ott ez már egy magasabb szinten működik, ott már volt anyagi lehetőség arra, hogy megfelelő szelektív hulladéktárolókat, tehát kukákat vagy edényeket biztosítottak a lakosság rendelkezésére. Nálunk ennek pénzügyi kérdés is, hogy jelen pillanatban még csak zsákokba gyűjtik a lakók, meg hát ugye ennek az edényeknek a helyét is ki kell alakítani, mint ahogy ez Nyugat-Európában megoldott, családi házaknál is, hogy többféle hulladékgyűjtő edény van. Én azt remélem, hogy ez az út, illetve én tudom és hiszek benne, hogy ez az út az a jó út, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet. Meg hát az is jó lenne, az az út is, ahogy kevesebb lenne a hulladék, tehát itt a csomagoló anyagok mennyiségébe is lehetne esetleg csökkenteni, vagy mondjuk minőséget váltani. Hát legyen így. Én is igen, ezt kívánom. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak, és további szép napot, és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen a meghívást, és hát bármikor, amikor a Szentendre TV hív minket, mi rendelkezésükre állunk a lakosoknak, mert mi a lakosokért vagyunk az ő szolgálatukban. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Köszönöm önöknek is a figyelmet, a viszontlátásra.